Elmondtam nektek, hogy Nimród fiai, Hunor és Magyar letelepedtek azon a szép szigeten, ahova a csodaszarvas vezéreli. Hát Hunor és Magyar meg is maradtak ezen a szigeten, de nem telt belé 100 esztendő. Olyan erősen megszaporodott a hun nemzetség is, a magyar nemzetség is, hogy már a víz sem volt elegendő, nemhogy a kenyér. Fölkerekedett mind a két nemzetség, s vándoroltak hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig mentek, mendegéltek, míg Szittya országba nem értek. Na, ez jó darab föld volt, ezen elfértek. Pedig laktak ott más népek is, mégpedig régi időktől fogvást. Hát nem is fogadták ezek nagy örömmel a jövevényeket, hanem Hunor és Magyar ivadékai nem sokat kérdezték, elfoglalták az országot, s felosztották 108 részre a 108 nemzetség között. Jutott minden nemzetségnek föld, rét, erdő elég, s nem is láttak szükséget sokáig, míg ez a 108 nemzetség is még erősebben el nem szaporodott. Hát egyszer csak, ahogy telt múlt az idő, Szittya ország sem elég tágas Hunor és Magyar ivadékainak. Összeültek a nemzetségek vezére, és tanakodtak, hogy hová, merre vezessék a népet, mert már Szittya ország is kicsi nekik. A hun nemzetségek vezérei azt javallották, hogy menjenek nyugat felé, a magyar nemzetségek vezérei pedig azt, hogy inkább menjenek vissza a régi hazába, honnét eleik. Hunor és Magyar elszakadtak. De Hunor ivadékai azt mondták, hiába mennénk vissza, már ott sem férnénk el, menjünk csak nyugatra. Majd az Isten elvezérel olyan helyre, ahol világ végéig lakhatik a hun is, a magyar nemzetség is. Hát, menjetek el ti, mondták a magyarok. Mi itt maradunk. Ha találtok elég nagy földet, adjátok hírül, s utánatok megyünk. Ha nem találtok, forduljatok vissza, majd összeszorulunk, ahogy lehet. Kicsi helyen is megférnek, kik egymást szeretik. Helyeselték mindannyian ezt a beszédet. Ha menjenek a hunok, maradjanak a magyarok. Hanem amikor éppen indulóban voltak, búcsúzkodtak, megszólal Attila, Bendegúz fia. Hát az Isten kardja vajon kié lesz ezután? A hunokéje vagy a magyaroké? Mert hogy szavamat ne felejtsen, mikor a magyarok és a hunok elfoglalták Szittya országot, egy kardot szenteltek az Istennek, aki megsegítette őket, hogy legyőzhették Szittya ország népét. Ezt a kardot Isten kardjának hívták, jussa volt hozzá minden nemzetségnek. Azt mondták a táltosok. Amíg ez a kard meg lesz, ne féljetek, semmiféle népektől, veletek az Isten. Összenéztek a magyar nemzetségek vezérei, nem tudták, hogy mit válaszoljanak. Elé hívták a bölcseket, tegyenek igazságot. 3 nap és 3 éjjel tanakodtak a bölcsek, s azt határozták, adják a kezébe egy világtalan embernek, az 7-szer egymás után penderítse meg a kardot a kezében, a 7. penderítés után ejtse ki a keziből, s ha nyugat felé esik, vigyék el a hunok, ha kelet felé maradjon a magyarok. Hát ebben mind belenyugodtak. Elé vezettek egy őszöreg világtalan embert, s kezébe adták a kardot. Penderítsd meg 7-szer, s 7. szereist a földre. Na, úgy tett a világtalan, amint rendelik. 7. perdítés után kiejtette kezéből a kardot, de halljatok csodát, a kard nem esett le a földre. Hirtelen rettentő forgószél kerekedett, fölkapta a kardot, s elrepítette magával, vitte nyugat felé, s egyszerre csak eltűnt, hogy emberi szem nem láthatta. Lássátok, mondta Attila, az Isten is azt akarja, hogy nyugatnak menjünk. Ne búsuljatok a kard után, megtaláljuk mi még azt, és hogyha megtaláltuk,
hírül adjuk nektek. Jertek ti is, jertek! Na, elindultak a hunok nagy reménykedéssel. Elől ment az öreg Bendegúz, két oldalán két dali fia, Attila és Buda. Utánuk tengernép, ki gyalogszerrel, ki lóháton. Megállapodtak erdőn, mezőn, folyóvizek mentén, megvizsgálták a földet, a vizet, amerre elhaladtak, de nem találtak kedvükre valót, amíg a Duna és Tisza közé nem értek. Ha, ez a fő tetszett nekik erősen. Azt mondták, egy szívvel, lélekkel, nem megyünk tovább, itt maradunk. De még le sem telepedtek. Jött nagy szerettentő sereggel a vasfejű Detre. Messze jövöldről hívták segítségül a megrettent népek, akik itt laktak a Duna és a Tisza mentén. Üzent a hunoknak, 3 nap és 3 éjjel itt maradhatok, aztán menjenetek tovább Istenek hírével. Visszaüzent Bendegúz. Hallod, de te vasfejű Detre, ne üzenges nekünk, nem megyünk el innét. Nem is üzent többet a vasfejű Detre, elindult a seregével. Indultak a hunok is, vezette Bendegúz. Két oldalán két dali fia, Attila és Buda. Úgy csapott össze a két sereg, mint két fekete felleg, s ahogy összecsaptak, kiáradt a Duna, annyi vér folyt belé. Na, ha kiáradt a Duna, nem áradt hiába. Győztek a hunok, övék lett a szép tartomány. A vasfejű Detre is szinte ott hagyta a fogát. Egy vasnyilat lőtt a homlokába Bendegúz, de csak félig ment belé, kint maradt a fele. Megfogta a nyilat, ketté roppattotta, a kutya baja sem lett, az ördög adta fiának. Megállj, Bendegúz, kiáltotta Detre. Ezt még a 7. nemzetséged is megkeserüli. Azzal elvágtatott ő is a megmaradt serege után. Hát, elmúlt az idő, s a hunok éltek békességben, nem is igen gondoltak hadakozásra. De Attilának nem volt nyugodalma, kicsi volt neki a Tisza és a Duna köze, szerette volna meghódítani az egész világot. Mondta neki az édesapja Bendegúz, ne is gondolj erre, fiam, amíg az Isten kardját meg nem találod, mert hiába a nagy vitézséget, hogy nincs veled az Isten. Hát eközben meghalt az öreg Bendegúz, s a hunok Attilát kiáltották királyuknak. S ez naptól fogvást Attilának az Isten kardja volt a fejében. Hely, csak megtalálja. Hát egyszer olyan csodálatos álmot látott, hogy nem tudta megmagyarázni magának, mit jelenthet az álma. Hívatja a jövendőmondokat, és elmondja nékik. Hallgassatok ide! Az éjjel álmomban csodálatos álmot láttam. Fejtsétek meg, ha tudjátok. Mintha fényes nappal történt volna, úgy emlékszem rá. Egy ősz öreg ember szállott le hozzám a levegőjégből, s egy ragyogó kardot kötött az oldalamra. Ám ahogy fölkötötte, úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Nézem, nézem a kardot, s hát kivilágra olyan, mint az Isten kardja. S valamiképpen az Isten kardját szemünk láttára felkapta, s elvitte vala sebes forgószél, azonképpen engem is sebes forgószél kapott föl, és vitt erdők, hegyek, tengerek, végtelen rónaságok, rengeteg nagy városok felett, én pedig, amint repültem, lelesújtottam kardommal, s ím az erdők meghajoltak, folyók s tengerek két felé nyíltak, a városok lángba borultak. Erre aztán fölébredtem. Mondjátok, tártosok, mit jelent az álmom? Előállott Torda, a legvénebb tártos, és mondá. Hát, felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. A te álmod azt jelenti, hogy megkerül az Isten kardja, és akkor aztán meghódítod az egész világot. Mi is ezt jövendőjük a te álmodból, mondták a többi tártosok is. Hát ebben a szem pillanatban szaladt feléjük egy pásztorfiú, nagy lelkendezve, és mondja Attilának, felséges királyom, a pusztán egy kardot találtam, ihol fogd el én tőlem. Nézi Attila a kardot, megforgatja, villogtatja,
s ég, föld megrendült, akkor átkiáltott nagy örömében. Hát ez az Isten kardja, emberek! Nézik a táltosok, nézik Szittyaországból jött öreg emberek, s mondják ezek is, ez az Isten kardja, ez! Kérdi Attila a pásztor fiú, hol találtad ezt a kardot, fiam? Felséges királyom, mondá a pásztor fiú, amint a nyájam után mendegéltem, látom, hogy egy tavaszi űsző sajnálja a lábát. Nézem, mi baja lehet, s hát vérzik az utó bal lába. Tűnődtem magamban, ugyan mit érezné meg, mikor gyenge, hajlós fűnő nincs egyéb a pusztán. Nézek erre, nézek arra, és ihol egy kard hegyét pillantottam meg a földben. Megfogom, hogy kihúzzam, s hát abban a szempillantásban láng csap ki a kard hegyéből. Én bizony megijedtem, és elszaladtam. De ahogy visszanézek, látom, hogy a kard csak kipattan a földből, s forog-forog, mintha szél forgatná. Egyszer csak ellobbant a lágja, a lángja és a kard elterül a földön. Én aztán nekibátorodtam, visszamentem, s fölvettem a kardot. Ez az Isten kardja, ez a, kiáltották a népek, Attila pedig mindjárt kipróbálta. Háromszor vágott vele a négy anyaszélnek, hogy csak úgy zúgott belé. Ez az, örvendezett Attila, és egyszeriben elrendelte, hogy tüzeket gyújtsanak mindenfelé az Istennek, aki a kardját visszaadta neki. És beteljesedett a táltosok jövendő mondása, mert Attila csak ugyan meghódította az egész világot.